Az elmúlt 17 évben a Vidor Fesztivál Nyíregyháza egyik kiemelt, tömegeket vonzó rendezvényévé vált. Az elmúlt években a technikai feltételek hiánya miatt kevés volt a zenés darab, a szabadtéri színpad felújításával azonban ez megváltozott. A szervezők és a város vezetése is abban bízik, hogy a nyáron bemutatásra kerülő darabok találkoznak majd a nézők igényeivel, és lesznek olyanok is, akik akár több előadásra is ellátogatnak. Én azt remélem, hogy a mostani szabadtéri színpad színvonalának megfelelők lesznek az előadások, abban az értelemben is, hogy teltházasok lesznek. Ezért is tartjuk most ezt a sajtótájékozott beharangozót, hogy legyen idő mindenkinek végig gondolni, hiszen nyári hetekre esik szabadság, nyári szünetiskolákban, hogy hogyan tudja szervezni, és ugye arra is számítunk, hogy lesznek olyanok, akik több előadást eljönnek, ezért egy jegykedvezmény rendszer is kidolgozásra került. Kirják Róbert két új programsorozatot emelt ki. Az egyik a Zenés Vidornyár, amelynek keretein belül 7 előadást láthat majd a közönség. A zenés darabok mellett a régi idők bencúrtéri kertmozi hangulatát is szeretnék felidézni. A másik újdonság pedig a szerdánként bemutatandó filmklub, ami egy kis nosztalgiával tekint vissza a korábbi bencúrtéri kertmozira. Itt elsősorban kultfilmeket szeretnénk a nézőknek bemutatni, és nagyon bízom benne, hogy hangulatos, meleg nyári estéken egy-egy üdítő mellett nagyon jól fogják érezni magukat. A színház nyári programjaira a jegyértékesítés április 1-én kezdődik. A teljesség igénye nélkül olyan darabokat láthatnak majd az érdeklődők, mint az Illatszertár, a Tanulmány a nőkről, a Férfiak a fejükre estek, a Miniszter félrelép, a Hosszú ideje telt háza a Futó menopauza, vagy a Mészáros Árpád főszereplésével fémjelzett Csoportterápia.